utazik a Ferencvárosi Delegáció Panama Citybe a FIAPCI Prix de Excellence nemzetközi nívódíj átadására. A szakma Oscar-díjának számító nemzetközi elismeréssel az ingatlan fejlesztési csúcs teljesítményeket díjazzák. A FIAPCI 61 éves fennállása során először nyert magyar pályázat az úgynevezett Master Plan csúcs kategóriában. A díjátadón a magyar delegáció tagjai voltak dr. Bácskai János polgármester, dr. Gegesi Ferenc, Ferencváros 1990 és 2010 közötti polgármestere, Pál Tibor, aki 1985 óta képviseli a kerületet, Szűcs Balázs főépítész, dr. Martos Dániel, a FEV 9 ZRT vezérigazgató helyettese, a FIAPCI pályamunka egyik összeállítója, szerkesztője. A Hotel Rio Plázában tartott nívódíj átadón a világ minden tájáról érkezett díjazottakat és ingatlan fejlesztési szakembereket Daniele Grossenbacher, a FIAPCI World elnöke is köszöntötte, majd a díjátadás következett. The next award is Master Plan Category. The world's silver winner is Salimun Cove, Johor Bahru, Malaysia. The world gold winner is Ferencváros, Budapest, Hungary. Budapest is the sixth most populous capital in the EU with almost 2,000 years of history. Following the political transition, the local government launched the gradual recovery program of Ferencváros by introducing the following three-pillar master plan to this socially highly burdened historic district. The urban block regeneration starts the self-recovery mechanisms of the city with the help of comprehensive infrastructure development and block interior restructuring. Present needs are satisfied by scattered, isolated developments that breathe life into the already transformed and operable urban texture and generate new investments. Focusing on the future, a neglected industrial area is filled with new functions by making developments on a district-level scale. The success of this complex program reveals the potential of local communities working consistently together with the government, thus making the motto of the district a reality. Ferencváros, home and city. Aranyérmet nyerni egy világversenyen, az mindig fantasztikus érzés. A folytatás az lesz, ami az elmúlt 25 év dolgozunk tovább, a városrehabilitációnak folytatódni kell. Nagyon sok titka van a városrehabilitációnak. Mindenképpen ki kell emelni azt a szakmai tudást, ami a városszövet megőrzése, örökségvédelem, a szociális jelleg megjelenése, és a magántőke természetesen. És azok a pénzek, amiket Ferencváros összegyűjtött az elmúlt 25 évben, minden éves költségvetésben félreraktunk arra, hogy legalább egy, inkább két házat föl tudjunk újítani saját erőből is. És ehhez jöttek a különböző pályázati pénzek, támogatások, segítségek, és így együtt állt össze ez a gyönyörűséges projekt. Csináljuk tovább, ahogy eddig, teljes összefogással, a kollégákkal és sok energiával. Ferencvárosi rehabilitáció 30 éve kezdődött, szinte, hát nem napra pontosan, de évre pontosan, és hát rendszereken átívelt ez a feladat. Mindig fontosnak tartottuk, nagyon örültem akkor is, amikor ezt az első díjat megnyertük, tehát ez 98-ban, és hát most is, amikor 18 év után ismét a rehabilitáció az aranydíjat nyert el, tehát az első díjat nyert el. Én nem tudom, most éppen végignéztem a díjazottak listáját az ajándékönyvbe. Nincs olyan település, amelyik két díjat is elnyert volna. És ha még azt is hozzáteszem, hogy Ferencvároson további díjazott létesítmények vannak, vásárcsarnok, MIPA, hát ilyen meg szerintem végképp nincs a világon. Valaki egy városért dolgozik, Ferencvárosért, egy kerületért, akkor talán a legfontosabb cél, hogy az emberek mindig jobb körülmények között éljenek. A városrehabilitáció ezt nyújtja. Itt ma este a díjátadónál jó volt Ferencvárosinak lenni,
azt gondolom, hogy ez a díj elismerést ad arra a munkára, amit eddig végeztünk. Azt mondja, azt üzeni mindenki számára, hogy a ferencvárosiak egyre jobb, egyre szebb lakásokban tudnak lakni, és szerintem ez egy nagyon jó helyzet. Jó volt itt ma ferencvárosinak lenni. Hihetetlen eredménynek értékelem azt, hogy olyan nagy országokat sikerült megelőznünk, mint Szingapúr vagy Malajzia, akik óriási erőbedobással indultak ezen a versenyen, és hát mi megelőztük őket, ugyanis az aranydíjat hoztuk el, ami világ szempontból is azt jelenti, hogy a legjobb rendezési tervvel rendelkezik ma a Ferencváros, és ez azt jelenti, hogy nagyon jó az irány, amit tartunk, az a 25 éves hagyomány, amit folytatunk, és azok az új befektetők, amelyek most az évek során újból felfedezték Ferencvárost, ez mind arra biztat minket, hogy újabb és újabb építkezéssel fognak a jövőben beindulni Ferencvárosban, és újabb közparkok, terek fognak megújulni, hiszen elsősorban ezt értékelte a zsűri, hogy milyen jól tudjuk egyesíteni az újat a régivel, és mennyire odafigyelünk, hogy a zöld terek azok a lakó minőséget emeljék, és a hétköznapjainkat szebbé tegyék. Óriási elismerés, és egy nagyon nagy lökést adhat a rehabilitációs folyamatnak, amely több, majdnem 25 éve tart kerületünkben. Ez ügyben az elmúlt héten a New Yorki Magyar Főkonzul meghívására New Yorkban tárgyaltunk amerikai befektetők bevonásáról. Itt a helyszínen is egyébként több befektetővel sikerült beszélnünk, és úgy tűnik, egyébként többek közt a Ingatlanfejlesztési Világszövetség elnökének értékelés alapján, hogy több külföldi befektető figyelmét ismét fölkeltett 1998 után Ferencváros. A FIAPCI pályázat média támogatója egyébként a Wall Street Journal, amely teljes oldalon mutatja be a győzteseket, így Ferencváros sikeres pályamunkáját is. A rangos kiadványban való megjelenés szintén jó eséllyel keltheti fel a befektetők érdeklődését. A ferencvárosi képviseletet a díjátadó másnapján Szmirnov István tiszteletbeli konzul látta vendégül egy helyi, autentikus táncesten. Konzul úr felkészült Ferencvárosból, mert hogy a delegációt egy a kerületről szóló kiadvánnyal várta. Igen, otthon jártam, és véletlenül, teljesen véletlenül, még nem tudtam az önök delegációjának érkezéséről. A nagyvásárcsarnokban, ilyen turisztikai információs kioszkban, ott láttam ezt a kiadványt, és nagyon jónak találtam, sok érdekeset olvastam Ferencváros történetéről. Megmondom őszintén, hogy nagyon tetszik, ami most zajlik Ferencvárosban, az átépítések, a városfejlesztési program, és megérdemelten kaptak díjat. Ahogy az már elhangzott, a ferencvárosi delegációt hivatalos látogatáson fogadta dr. Kumin Ferenc, Magyarország New Yorki főkonzulja. A találkozón bemutatták a kerület nemzetközi szinten is elismert rehabilitációs programját, bízva abban, hogy ezek a sikerek felkeltik a tengeren túli befektetők érdeklődését is, ami hozzájárulhat a dinamikus városfejlesztés folytatásához. Nagyon fontos az amerikai társadalmi érintkezésben a mindenféle díjak és elismerések szerepe. Éppen ezért azt gondolom, hogyha fel tud mutatni egy magyar város egy ilyen díjat, ráadásul egy rangos díjat, ráadásul egy olyat, amiről azért a szakmabeliek tudják, hogy komolyan kell venni, akkor az nagyon-nagyon sokat lendíthet, és nagyon sokat segített nekünk is abba, hogy elmagyarázzuk azt, hogy mitől érdekes ez a város. De az Egyesült Államokban működő befektetők, ingatlan befektetők folyamatosan keresik az új lehetőségeket. Az, amit Ferencváros kínálni tud, bármilyen befektetőnek, az szerintem az amerikaiak számára is nagyon izgalmas lehet. Van, aki a szállodák terén aktív, van, aki a bérlakások építése terén aktív, és hát ami szintén fontos lehet, nagyon sokan keresnek a vállalkozásuk, a működő vállalkozásukhoz egy területet, ipari területet, létrehozhatnak valamilyen feldolgozó üzemet, vagy irodát üzemeltethetnek. Ezek mind szóba kerülhetnek, azt gondolom, hogyha Ferencvárosról van szó. Az eleve meglévő adottságokon túl egy olyan munka
zajlik az elmúlt évtizedekben Ferencvárosban, ami felkeltheti az érdeklődését a nagyon komoly ingatlan befektetőknek is. És mi azt szeretnénk, és ebben tudunk segíteni, ebben szeretnénk felkínálni a segítségünket, hogy ezek a kapcsolatok ezek létrejöjjenek. Ezek a befektetők tudjanak Ferencvárosról, és Ferencváros is tudjon ezekről a befektetőkről. A hazaérkezés után a nemzetközi elismerésről a FIAPCI Prido Excellence díjjal jutalmazott két városrész, Ferencváros polgármestere dr. Bácskai János és a 100 lakásos passzív házukkal World Silver elismerést nyert 13. kerület polgármestere dr. Tóth József közös sajtótájékoztatót tartott Gönczi László a FIAPCI magyar tagozat elnökének részvételével a Magyar Urbanisztikai Társaság Lélium utcai központjában. We'll be right back.